Jézus Krisztusnak, ami megváltó Istenünknek szeretetével és kegyelmével köszöntöm a televízió nézőit, sőt, megkülönböztetett örömmel ezen a mai pünkösdi vasárnapon. Áldott pünkösd vasárnap ünnepét kívánok minden kedves itt lévőnek. Olvasom a mai napra kiírt igénket, amely Pál apostol Efézusiakhoz írt levele, 5. részének első 14 verse lesz. Engedelmeskedjetek Istennek, mint az ő szeretett gyermekei, és járjatok szeretetben, amint a Krisztus is szeretett titeket, és önmagát adta érettünk, mint Istennek kedves, jóillatú áldozatot. Ellenben a paráznaságról és bármely tisztátalanságról vagy kabzsiságról szó se legyen közöttetek, így illik ez a szentekhez. Trágárság, sikamlósság, illetlen figurázás sem illik hozzátok, de igenis a hálaadás. Mert jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, vagy tisztátalannak, vagy kabzsinak nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában, mert mindez bálványimádás. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira. Ti ne legyetek ezeknek társai, mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság vagytok az Úrban. Mint a világosság fiai, úgy járjatok, mert a világosság gyümölcse mindaz, ami jó, igaz és helyes. És vizsgáljátok meg, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne legyen közösségetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább fedjétek meg azokat, mert égtelen dolog csak mondani is, amit azok titokban cselekszenek. Amiket pedig megfeddetek, a világosság által nyilvánvalókká lesznek, mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, világosság. Ezért mondja, serkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Azt hiszem, hogy méltó pünkösd vasárnaphoz ez az ige, különösen ez a záró ige mondat. Serkenj fel, aki aluszol. Isten kiárasztja az ő szent lelkét, és csak annak a léleknek a munkája által lehetséges ez a felserkenés. Ahogyan Péter és a többi apostol a pünkösdi ünnepet megelőzően telve voltak félelemmel, Jézus pedig azt mondta nekik, ha eljön hozzátok a szent lélek, erőt kaptok. Ez nem azt jelenti, hogy a szent lélek Istennek ereje, hanem azt jelenti, hogy a Szentlélek képes arra, hogy erőt is adjon, és még sok minden mást, amit itt a mai igében is hallhattunk. Tanításul Pál apostolon keresztül. A békesség, a türelem, a szeretet, a tisztaság, a szentség, az öröm, a jóság, a jóra való törekvés, a segítségadás, és mindentől, ami e világhoz tartozik, annak attól való tartózkodás. Az irítség, a kapzsiság, a haszonlesés, a haszonszerzés, a többről többre való jutás, mert a hívő ember tudja, hogy minden Isten ajándéka. És amikor ő akarja, akkor azt odaadja. Persze ezért végezzük a mi munkánkat, és az is benne van a Szentírásban, hogy méltó a munkás a maga bérére, csak arra vigyázzunk, hogy nem iszabjuk meg ezt a bért, hanem adja azt az, aki megdolgoztat. Az evangélium hirdetésének munkájában pedig Isten, aki adja azt. Oly sokszor tapasztaltam meg, hogy Isten sokkal bőségesebben ad, mint amit valaha el tudtam volna képzelni. Isten áldott, hogy az ő szent lelkét kibocsátotta a mennyei magasságból, betölt vele bennünket, és ezért a mai alkalommal könyörögjünk Isten szent lelkéért, hogy töltse be a mi szívünket, hogy tudjunk ilyenek lenni, akikről így nyilatkozott a Szentírás, ahogyan ezt ma is olvastuk. Imádkozzunk Szentlélekért, testvéreim! Drága mennyei édesatyánk, mindenható Istenünk, áldott Jézus Krisztus és Szentlélek Isten, köszönjük a pünkösd ünnepét, köszönjük a lélek kiáradásának csodálatos ajándékát, köszönjük, hogy ez nem egy eseti, egyszeri dolog volt, bár tudom, Uram, hogy az, ahogyan az ott akkor megjelent, hogy lángnyelvek jelentek meg, és szétoszlottak, és rátelepettek, rá röppentek az emberekre, igen, Uram, ez valóban egyedi és egyszeri esemény volt.
de mi is kaptuk a te szent lelkedet, és kapják azok is, akik ma is kérik ezt tőled. Így szeretném velük együtt imádkozva, Uram, áldj meg bennünket a te szent lelkeddel, tölts be bennünket a te szent lelkeddel, hogy kapjuk tőled azt az új teremtést, azt az új gondolkodást, amely által annyira elválunk ettől a világtól. És ez egy jó válás, mert egyesülünk veled, a te szent lelked által tökéletes egységre jutunk, és néha már képesek leszünk itt a földön is arra, hogy Isten szerint való módon lássuk és gondolkodjuk meg a dolgokat. Gondolkodni tudjunk, így, ahogyan te gondolkozol. Addig pedig minden más bolondságnak tűnik. Bolondságnak tűnik a hit, a Krisztusban való hit, a benne való reménykedés, a mennyek országában való bizonyosság, és minden más. De milyen jó, Uram, hogy ott lehet a szív öröme bennünk, ott lehet az a biztos reménység és pecsét a mi szívünkön, hogy mindez igaz, amiket te ma is elmondtál. Áldott pünkösdi ünnepet kérek, Uram, minden keresztény hívő testvérem számára szerte a világon. Áld meg a gyülekezésüket, a templomaidat, gyülekezeti termeiket, vagy akár szabadtéren összejöveteleik megtörténjenek teljes számban, hogy zengedezzünk neked szép énekekkel, hogy dicsőítsünk téged a Szentlélek öröméért, ajándékáért, vezetéséért, erőjéért. Áldott légy Jézus, mennyei atyánk és Szentlélek Isten örökkön örökké. Amen. A mai felolvasott igerészünk Pál apostolnak Efézusbeliekhez írt levele 5. részének első 14 verse volt. Áldás békesség, boldog pünkösdi, Isten tiszteleti alkalmakat kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!